Változnak az érettségi követelmények 2023-tól egyebek mellett magyarból, a szövegértési feladatsorban a nyelvtani ismeretek is helyet kapnak. Történelemből pedig nagyobb hangsúly lesz a hazai eseményeken. A módosítások fő célja az, hogy jobban előtérbe kerüljön az egyéni kreativitás és az aktív probléma megoldás. A jelenlegi 9. és 10. esekre vonatkozik az új követelmény, ami már nem újdonság az iskolákban. A leendő érettségi vizsga tartalma változik, mindez leginkább az írásbeli számon kérést érinti. A tartalom ismert. Gondot esetleg az jelenti, hogy változik maga az érettségi vizsga is különösen a kötelező tárgyak esetében, hiszen nálunk a szakképzésben a négy kötelező tárgy mellett kötelezően választott az ágazatnak megfelelő szakmai vizsgatárgy. Úgyhogy nálunk az összes többi választható vizsgatárgy már hatodik tárgyként, vagy hetedik, nyolcadik tárgyként kerül esetleg be az érettségi bizonyítványba, mert az ötödik az bizony kötelező a gyerekeknek. A magyar nyelv és irodalom vizsga leginkább a reál beállítottságú diákoknak okozhat nehézséget. Péter Váriné kis Sarolta szerint. Még egy gyakorlati szöveg megalkotása az általában arról szól, hogy megtanulták, hogy hogyan kell ezt elkészíteni, milyen részei vannak, és gyakorolták, többször elkészítették. Itt egy széles tudásanyagból választanak majd valamit az írásbeli érettségére, és hát bizony, vagy sikerült eltalálni, vagy nem sikerült eltalálni. Ez különösen nálunk a műszaki pályáknál okoz gondot, hiszen a műszaki érdeklődésű diákok. Hát általában, és nem mindenkire igaz, azért a magyar és a történelem érettségére sokkal inkább gyakorlatiasan készülnek, tehát lehetőleg azt, amit nagyon buszáj. A történelem vizsgánál a tantervhez igazodva arányosan növekszik a magyar vonatkozás, és korszakonként egyesítik a hazai és az egyetemes történelmet. A matematikában visszatér a bizonyítás, de trigonometrikus egyenletet nem kell megoldaniuk majd az érettségizőknek.